Hétvégén megtelt a szekszárdi-garai tér, ugyanis az Esőmanók Tolna megyei autistákért egyesület ismét jótékonysági futást szervezett. A rendezvény, ahová a környező településekről is sokan érkeztek, egy alapos, átmozgató bemelegítéssel kezdődött. Kalocsai Földön Futóknak a tagjai vagyunk, és a Facebookon olvastuk ezt a Esőmanók, Esőmenők eseményt az autista gyerekekért. Én már 2 éve, április 2-án kékbe futok ezért, és kaptam ezt az alkalmon, és eljutunk ide Szekszárdra. Itt is kipróbálom magamat, egy gyenge 5 kilométerrel, feleségem 1 kilométerrel nevezett. A résztvevők másfél, 5 és 11 kilométeres távot teljesíthettek. Utóbbit sokan választották, amit egyébként kerékpáron is megtehettek. A programon amatőr és profi sportolók egyaránt indultak. Futók vagyunk, ilyen amatőr maratonista, úgyhogy nem áll távol a futás. A koronavírus járvány miatt az elmúlt 3 évben nem tudták megrendezni a jótékonysági futást, mondja a szervező. Az egyesület hagyományosan mindig április 2-ához, vagyis az autizmus világnapjához legközelebb eső időpontban tartja a közösségi programot. Az esemény egyik célja, hogy felhívja a figyelmet az autizmussal élőkre. Illetve egy kicsit ilyen társadalmi szerepvállalás, érzékenyítés és egy ilyen közös megmozdulás, sportolás, mert nekünk nagyon előtérben van az, hogy nem csak támogatást szeretnénk kérni, hanem cserébe szeretnénk mi is adni egy kellemes programot, és hát nagyon örülünk, hogy szerencsénk van az időjárással is, mert kisütött a nap, és szerintem kellemes a hőmérséklet is. A program során a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt szerveztek zenés-táncos műsorokat, továbbá tájékoztató előadásokon és beszélgetéseken is részt vehettek az érdeklődők.